Az egyik legnépszerűbb sport a futás, mégis nagyon mitől lenne népszerű? A fárasztó, sokáig kell népszerű. Csinál. De mitől lenne népszerű? Kedvelik az emberek. Kedvelik a Margit szigeten. Igen. Mindenki fut. Munkahelyre, busz után, Margit szigeten. Nők után. Után. Így van. Na, de nem jól csináljuk. Sok a hiba. Ez így van. Ráadásul mindenki, aki panaszkodik, hogy nincs ideje sportolni, vagy nincs kedve, futócipője, meg sportcipője mindenkinek van. Tehát innentől kezdve... mindenkinek így van. De azért nem mindegy azért, hogy milyen futócipő, nekem is van sport és futócipőm egyébként. Jó, hát majd amikor a kenyai csáv olimpián mezitláb fut, akkor majd megkérdezem, hogy ezt a futócipőt hol vette. Hát most már azért ők is szépebe futnak, tehát már ritkán mezitlábas a történet. De csak azért, mert a szponzoruk. Na, beszéljünk a futásról. Mutasd a hibákat. Jó, tehát ugye több hiba van, először a hölgyek hibájára térnek ki. Ugye rengeteg olyan hiba, a helyes testtartás nincs meg. Tehát a sok női futóvendég picit előre dől, és a csípőjét forgatja. Hát én mondom, nem véletlen. Én mit látok ezt? Tehát én nem tudom ilyen szépen riszálni a fenekemet, de nagyjából így. Utasd meg, nagyjából így. Hagyjál. Ezzel ugye az a probléma, hogy ugye a gerinc ágyéki szakasza folyamatosan csavarodik, és egy idő után szépen kikopnak a csigolyák. Hát próbálnak szexisen futni. Igen, hogy próbálják így már felszedni a fiúkat, hát ha odafigyelnek, de ez nem jó, ez a technika. A másik, ami férfiaknál is, főleg focistáknál és nőknél fordul elő, ugye a helyes futótechnika az úgy néz ki, hogy sarkat teszünk le először, és végig gördülünk az egész telitalpon. A focistáknál és a hölgyeknél szokott tipegés lenni. De ezt tudod, miért focistáknál? Mert a jogolnak. Igen, a sprint technika, ha megint más, akkor ugye ott a nem érkezik le a sarok. Tehát végig kell gördülni. Nem tudom, hogy láttátok-e Magyarországon, tehát a focisták nem futnak alapvetően, ugye nem állnak egy helyben, és amikor menni kell, akkor sprint van. Igen, tehát a sprint technika meg a kocogó technika az ugye két különböző dolog. Tehát ugye a helyes futótechnika az ugye egyenes törzs, ugye végig előre néző tekintet, és ugye sarkat kell szépen letenni, és ott végig gördülni. A kezünket használjuk el, azon kell, hogy integetünk. Igen, tehát ugye a... Igen, hello, sziasztok, én vagyok. Azon felül ugye mindig ugye elvileg automatikusan jön az, hogy ellentétes oldali kar és láb. Én azért láttam azt, hogy nem mindenkinek jön ez automatikusan, tehát vannak itt problémák. Valamikor felülírják azért igen az agyi reflexeket, de hát... Nekem muszáj, hogy mozdítsam. Igen, hát most ez így nem megint így, pici. De én pici. Például szoktam úgy, hogy nem nagyon mozdítom a kezem. Picit akkor is mozog, tehát hiába van behajlítva, akkor is egy minimális mozgás. Én azt tudom, hogy még az is nagyon fontos, hogy ugye a sarkad becsapódjon elvileg a hajlítóthoz, ami alapvetően az már nagyon nem hátra, előrefelé. Azért, hogy a hajlítód ne görcsöljön be. Csak így azért nagyon kevesen futnak. Igen, az már tényleg egy az nagyon profi. Az már a profi szint, amit én szoktam tehát csinálni. Az már tényleg versenytechnika. Szóval erre rávezető gyakorlatokat, és azért mutatnék, hogy lehet szépen az agyat rávezetni arra, hogy a sarkat tegye le, és gördüljön végig. Már futottunk is együtt. Igen, szeretném kiprovokálni, hogy dicsérj meg. Hogy futottunk együtt, és ügyes voltál? Igen, és lefutottalak. Hát mert ez volt megírva a forgatókönyvben. Egyébként nem jöttél volna el. Igaz, hogy egy babakocsival is lett. Ugye? Nem, tényleg nagyon szép babakocsis futások is vannak. Mondjuk ott is picit ugye a karmunkát kivesszük, meg ugye egy picit előre dől. Az élmény maga megvolt, tudtunk beszélgetni, és Anett úgy érezte, hogy... Nyilván az a fő, hogy jól érezze magát az ember. Hogy gyorsabban futni Krisztián. Igen. És ne fajn semmi. Na, minden esetben be kell melegítenünk. Igen, a bemelegítés ugye futás... Na, azt nem szoktam. Igen, tehát hogy azt hiszik, hogy a futás már egy bemelegítő gyakorlat, és a futást ezt így simán el lehet kezdeni, ez egy nagy hiba, mert hogy azért ott a térdizület, csípőizület, gerinc folyamatosan ütődik, és azért egy picit azt át kell mozgatni. Ugye a legfontosabb, hogy a gerinc legyen bemelegítve, mert ugye az folyamatosan a csigolyák ütődnek össze. Érdekes, hogy pont egyébként nem ez lesz. Igen, hát ugye a folyamatos liftezéssel, nyilván nem ütődnek össze, mert ott vannak azért a kollagén rostok, amik azért már megállítják, csak ugye hosszú távon nincsen bemelegítve, egy rossz mozdulat és már meghúzzuk a hátunkat, és aztán megint... Na jó, hogy melegítsünk be? Sima csípőkörzésekkel, ugye csípőszéles terpesz, laza. Azt hittem, hogy kimegyünk a szigetrésznek, hogy forró teát. Így, és akkor bemelegettél. Igen, majd beállunk egy rezsókályha mellé, és akkor is bemelegszünk. Jó, tehát ilyen laza csípőkörzésekkel, pont azt az ágyéki szakaszt melegítjük át, ami leginkább sérülékeny. Ugye a következő még sima lábkörzések, kikörzés, bekörzés, ebből is egy ilyen 8-10-et. Nem, az a nadrágom volt. Ja. Szűk a nadrág. Egyik láb, másik láb, ugyanígy 8-10 körzés, utána laza térdkörzésekkel is. Ez neked is menne.
Igen. Igen, ott már komoly csípőmunka is van, és ugye a boka is ugye nagyon sérülékeny. Azt le tudjak majd ülni a következő szegmensbe, a témánkhoz, az én is bemozgatom egy kicsit a bokámat. Igen, szóval ezeken végig kell menni, utána pici helyben, járás, helyben futás, és utána lehet szépen lassan elkezdeni kocogni, és aztán szépen a sebességet is növelni folyamatosan. Megállni ér? Meg, igen, természetesen, mert hogy a valaki hirtelen... Hát ha meglehetsz, mindig megállsz, nem? Tehát, hogyha valaki így a fotelből feláll és elkezd futni, nagyjából 100 métert fog vinni, és megijed, hogy úristen, hogy milyen edzetlen vagyok, nyugodtan lehet kis futószakasz, kis sétálószakasz, kis futószakasz, sétálószakasz. Ezt így lehet, és aztán egyre hosszabban kitolni a futószakaszokat. Na, én kimegyek veled futni a sziget, és amikor van a sétálószakasz, akkor becsatlakozom. Amikor van a sétálószakasz, akkor becsatlakozom. Jó, de Krisztián, veled nem lehet, tehát normálisan Aleskával se tudtad megméretni magad. Ne hülyeskedjél már. Hát ott olyan döntetlenre tudtam kihozni, hát, hogy föl kellett húznom magammal. Igen. És mellbedobással akart megverni. De azért hallatszik a felvételen, ahogy lihegsz a háttérben. Én nagyon lihegtem, azt én. Igen. Megemelkedett a púzusom, de nem a futástól. Igen. Szóval még egy problémára felhívom a figyelmet. Sokaknak itt a sípcsont mellett ízom nagyon elkezd görcsölni futásnál. Az miért van? Egyrészt rossz cipő, kettő kálcium-magnézium hiány. Uh-huh. Tehát, hogyha párosul... És ez bejelez. Igen, hogyha párosul éjszakai görcsökkel, akkor mindenképpen látod, kálcium-magnézium. Látod, hogy megint visszanyúltunk a táplálkozáshoz? Így van. Mondtam, hogy ebben a muffinba rakjunk egy kis magnéziumot, kálciumot. Biztos van benne, majd megkérdezzük Susától. Igen, a tehát másik, akkor... Igen. Hát a levegővétel, és akkor ehhez kapcsolódóan igen, a szúrás. Hát egy nagy levegő. És végigfutod a 50 percet. Ameddig megy. Nem, egy ütemre kell beállni, mondjuk kettő belégzés, kettő kifújás, vagy tehát három belégzés. Nem, hát folyamatosan két ütemen keresztül, tehát nagyjából két ütemen keresztül, és a zene egy picit be tud zavarni, tehát hogyha valaki zenét hallgat, és ugye más-más hát ritmuson üt a zene. Ha köszönjük meg kifújva. Bocsánat, csak hogyha igen. Szúr, akkor leálljunk, hogyha szúr. Akkor egy picit lassítsunk, és egy technika van rá, veszünk egy mély levegőt, általában a jobb oldalon szokott a máj környékén szúrni, egy nagy levegő, gyaloglunk előre, és préseljük ki a levegőt, és görnyedünk rá a jobb oldalunkra. Ha a cipára rendet így látják valamikor az életben, akkor valószínű, hogy... Ez a futás miatt van. Igen. Na akkor köszönjük meg, kifújva, 1, 2, 3. Köszönjük. Én is köszönöm szépen.